Microsoft már harmadik éve főszponzora a HR Best Future Proof Organizations díjának, és hát idén is nagy örömmel néztük a pályázatokat, mert ugye a Microsoft hitvallása az, hogy az ember és a technológia együttműködése tesz igazán jövőállóvá a cégeket. Ilyen pályázatokat igyekeztünk nyertesként kiválasztani. Sok minden pályázó valami innovatív megoldást adott be, és az technológiai innováció az egy dolog, és nagyon értékelem. Töltve azt a pozíciót, amit én töltök, annak van értéke. De azt is kerestük egy future-proof szervezetbe, hogy a folyamat. Akkor milyen folyamat van egy szervezetbe, hogy tudják szisztematikusan azonosítani egy problémát, együtt gondolkodni, együtt csinálni az összes tesztelés, és egy HR-es problémát kell, hogy oldjuk, hogy ebben a kategóriában ilyen díjat nyerjen. És a folyamatosság jön ki egy mérhető, és egy szignifikáns eredmény. Az egyik arany díjat az Erste Bank HR folyamatok digitalizációja című projekt kapta. Másik arany díjat a Getwork Trend és a DokiApp alkalmazás közös pályázata kapta. Azért ítéltük nekik a másik aranyat, mert ők a munkavállalói szokásokat szerették volna megváltoztatni. Teljesen átalakították azt, hogy az egészségügyi szolgáltatásokat hogyan használják a munkavállalói, és ami nagyon tetszett nekünk, hogy tényleg egy valós munkavállalói igényre reagáltak ezzel, lerövidítették az idejét annak, amit a munkavállalók ezzel töltenek, illetve sokkal motiváltabban végzik így a többi feladatukat, hogy látják, hogy egy ilyen digitális megoldással is támogatta őket a vállalatuk. A Future Proof kategóriában lettünk aranyérmesek. A pályázat fő eleme a DokiApp bevezetése a cégünknél. A projekt indulásakor az volt a célunk, hogy a saját állományunk, illetve a kölcsönzéti állományunk számára csökkentsük az orvoslátogatási szokásokat. Ezzel is minimalizáljuk például a fertőzöttségi számokat. A Getwork Trend Kft. Egy munkaerőkölcsönző, munkaerőközvetítő cég. A Getwork eddig is egy kedves partnerünk volt, de most már még inkább az, hogy közösen sikerült nyerni. Egyik az első ügyfelünknek egyébként. Mi a DokiApp-al kidolgoztunk egy digitális egészségügyi platformot, amit ugye a munkavállalók tudnak igénybe venni a munkáltatójuktól. Ez az Employee Care program. Ennek igazából a lényege, hogy egy nagyon gyors és átlátható hidat képezünk ugye a szakemberek, tehát orvosok, pszichológusok és a munkavállalók között, de ezt megtámogattuk más tudásanyaggal is, tehát a munkavállaló egy olyan platformra érkezik, ahol el tud tölteni időt, hogy tudást szedjen fel, vagy kapcsolatba tud lépni azonnal a szakemberekkel, hogy gyorsan megoldjuk a problémáját, és ez például a tanulmányban is benne volt a Getwork-el, hogy általában 80% az az arány, amikor valóban sikerül is megoldani a problémát, és ezzel nagyon sokat spórol a munkáltató, mert a munkavállalónak nem kell elhagynia a munkahelyét. Ez egy fantasztikus érzés volt egyébként, mert ugye a szolgáltatás viszonylag friss, de most már azért egyre többen veszik igénybe, és ez ilyen úgymond korai fázisban mindig egy nagyon komoly elismerés és egy hatalmas löketet ad arra, hogy amit csinálunk, az jó irányba haladunk, és biztos vagyok benne, hogy ez leginkább szélesedni fog a szolgáltatás köré, és minél több ügyfélnek tudunk minőségi szolgáltatást nyújtani. Úgy tűnik, hogy a közvélemény most már egyre jobban érti, hogy mit is akarunk ezzel, hogy Future Proof Organizations elérni, mutatni, és egyre inkább olyan pályázatok érkeznek, amik nagyon jól és összeszedetten a lényegét meg tudják fogni. Legyen az az adatvezéreltség, legyen az a szervezeti kultúraépítés, legyen az agilitás, vagy ahogy említettem, az ember és a technológia együttműködése.